Szevasztok srácok, a mai nap a Vivicsita városvédő futásról lesz egy kicsit szó. Tudhatjátok, hogy én ugye atlétikázok, minden évben el szoktam indulni ezen a versenyen, és most szerettem volna az idejét bemutatni nektek. Úgyhogy kicsit kezdjük az elejéről, hogy honnan is indult ez a Vivicsita, vagy hogy hallottatok-e róla egyáltalán. A Vivicsita mint verseny 1984-ben indult Olaszországban. Az itáliai történelmi városok védelmére találták ki a Vivicsitát, hogy a gyönyörű, de zsúfolt, lassan lakhatatlanná váló városok lakóit ráébresszék lakóhelyük értékeire. A verseny hihetetlen népszerű lett, hiszen két éven belül 30 másik olasz város is megrendezte. Ezekhez csatlakozott később Budapest, New York, Brüsszel és Barcelona is. 1997-től pedig a Matáz szponzorizálta ezeket a versenyeket, ami most a Telekomnak felel meg. Innen van ez a rózsaszínes, magentás színe a verseny jelének. És akkor vágjunk is bele! Ebben a futamban ő a leggyorsabb, pontom akkor csak adsz, mezében pedig a második helyen, 18 percen belül mind a két versenyzőt. Leonardo Pop, Várszegi Attila, van itt nagy verseny, gyerünk! És akkor már is itt van Rihárd a következő. Elfáradtunk, mert kellett futni rendesen. Tavaly is megnyertük ezt a versenyt, idén is így szerettünk volna, úgyhogy sikerült. Ennyi lett volna a Vivicsita, de nekem megérkezett az új mikrofonom, úgyhogy csomagoljuk ki. Most már a mikrofon van a kamerán rajta. Cső! Cső! Akkor kijöttünk Danival, kipróbáljuk az új mikrofont. És most az 5. kerületben vagyunk, és megpróbálunk valami háztetőre felmenni. Éppen most feljöttünk random, nem tudom, egy ilyen bevásárlóközpontnak kinéző hely aljáról. És hát az volt a lényeg, hogy van egy lift, bementünk, arra számítottunk, hogy felmegyünk és felpakolódunk az 5. emeletre. Ehelyett egy első emelet Max várt minket. Végignéztük a terepet, nem tudunk feljebb jutni. Annyi a lényeg, úgy néz ki a szerkezet, hogy van ez a része, ez a bevásárlóközpont üzleti negyed része. És van egy hotel arrafele, egy nagyon nagy hotel, 6-7 emeletes nagyjából, és ahhoz kerestünk liftet, de nem találtunk. Leo talált egy ajtót, azon megpróbáltunk bemenni. Hát csak zárva volt sajnos. Ja, ahhoz kártyát kellett, azt hiszem, vagy valami hasonló, igen, vagy kód, volt. És nem akartuk rángatni ott. De most lemegyünk, és megpróbálunk feljutni egy másik háztetejére. Sikerült feljutunk egy háztetejére, igazából nem tető, hanem egy lépcsőházba. Annyit kell tudni erről a házról, hogy baromi nagy, de tényleg, tehát most mi azt hiszem a jobb oldalán vagyunk, és az a lényeg, hogy át lehet menni a másik oldalába is, viszont ott van egy ilyen kis gond, hogy le volt zárva az átjáró, ahol át lehet volna menni, és a tetőre meg nem lehet felmenni, mert le van zárva szintén az a rész, viszont sétáltunk 5 emeletet lazán itt, van lift is. Hát figyeljetek, jó a kilátás, csak az a baj, hogy nem lehet följebb menni. Tehát ennyit tudunk most így bemutatni nektek. Úgyhogy végül sikerült egy házba belógni, csak hát nem a tetejére. Szevasztok srácok, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan találkozunk, addig is sziasztok!